Na sziasztok, üdvözlök mindenkit a mai rövid, de gyors videóba és nagyon hasznos videóba. Ugyanis a mai videóban a shader pack-kel fogunk foglalkozni, hogy a Minecraft-ban hogyan tudtok egy ilyen nagyon realisztikusat igazából létrehozni. Tehát nagyon, hogy mondjam, nagyon szép grafikával rendelkező, mint a napfény átsüt minden dolgon, és például a víz is csillog, meg ilyen dolgokat. Ezeket fogom nektek megmutatni, hogy igazából hogyan tudjátok megcsinálni ti magatok is. Nos, akkor az első dolgotok igazából az lesz, hogy megnyitjátok a böngészőtöket, én például a Chrome-ot használom, és beírjátok azt, én most be Ctrl-CV-zem, hogy shadersmods.com, és ezen belül pedig be fogjátok azt írni, hogy a Silgers Shaders, és itt megtaláljátok azt a texture packet, shader packet, igazából ami nekünk fog kelleni. Itt látjátok igazából, hogy hanyas verziótól jó, tehát 1.19.1-től 1.17-ig vagy 7-ig, ha jól tudom, addig jó. Ha lejjebb görgettek a legalján, itt láthatjátok majd a betölt, tehát itt látjátok, hogy hogy fog kinézni nekünk a shader packünk, illetve shader pack nélkül, hogy nézne ez ki nekünk. Ha lejjebb megyünk, ha igazából lényegtelen dolgok vannak itt, vagyis hát számunkra nem annyira lényegesek, itt ha lejjebb néztek, lejjebb görgetünk a legaljára, akkor itt látjátok, hogy milyen fajta úgymond verziókat tudunk letölteni, és milyen fajta, itt látjátok lejjebb, hogy milyen fajta verziókkal kompatibilis, tehát hogy 1.19.1-től 1.7-ig. És ez nagyon jó, mert rengeteg fajta verzióra igazából jó, én a médiumot vagy a high-t töltöttem le, igazából annyit kell, hogy rányomtok, és itt meg fog jelenni, ide elkezdi majd letölteni, és akkor vagy egy reklámot fog adni ez a két variációban. Ezután pedig rámentek majd a mappa részbe, tehát ezt megnyitjátok majd, hogy hol van igazából, mint mappa, és akkor azt fogjátok csinálni, hogy meg kell igazából azt néznetek, azt csinálnotok, hogy ahol van, letöltettétek a mappát, például nekem most itt van, tehát nekem például itt van letöltve ez a shader pack 1, illetve 2, ezt szépen itt megfogjátok, akár ki Ctrl-C-zitek, vagy Ctrl-V-zitek, és szépen beírjátok majd, hogy hogyan, tehát szépen beírjátok a keresőbe az, hogy százalékjel, abdata, százalékjel, és akkor be fog titeket dobni igazából ebbe a részlegbe ide. Tehát ide fog titeket bedobni, itt látható lesz ezen a címekhajtó mindenféle dolog. A lényeg az igazából, hogy annyit kell, hogy nektek be kell menni ide a Minecraft menüpontra, ezen belül pedig ide mentek a Resource Pack, illetve a Shader Pack. A Shader Pack-be belementek, és be Ctrl-V-zitek, én ezt már megcsináltam, így ezt most én ki fogom törölni, és akkor itt benn van nekünk már ez. Biztonságképpen még berakhatjátok a Resource Pack-be, de ez teljesen felesleges igazából. Oké, és ha ezzel megvagytok, akkor nincs más, mint meg kell nyitni a T-Launcher-nek az applikációját. Oké, és ha megnyitottátok igazából a programot, akkor ugye bejön a szép felület, és annyit kell csináltok, hogy rámentek itt a mappa menüpontra, és akkor itt ellenőrizni tudjátok igazából, hogy tényleg itt van, benn van a texture packünk, shader pack, és látjátok, hogy itt van, illetve resource pack, ugyanazok, amik itt voltak az előbb. Rámentek az 1.19.2 Optifine-ra, tehát ezt a módot töltitek le igazából verziót. Ha vissza akartok menni, akkor visszamentek, ha följebb akartok menni, akkor egyértelműen ugye följebb, felsőbb részeket töltötök le, tehát az nagyon fontos, hogy az Optifine legyen lent, és akkor egész egyszerűen csak rámentek, hogy Enter Game, és akkor szépen lassan betölt nekünk, és akkor még ne várjunk csodát, hanem majd a játékon belül is igazából le kell nekünk tölteni, meg kell csinálnunk egy-két dolgot. Oké, és ha betöltött a játék, és itt benn vagytok, akkor igazából lámentek a Single Player menüpontra, és itt majd ahol létrehoztok pályát, akkor ott tudjátok igazából megnézni, de előtte rámentek a Video Settings, bementek a beállítások, a Video Settings, Shaders menüpont, és itt látjátok, hogy vagy kikapcsolva, vagy itt található igazából a mi shader packünk. Ha ideig eljutottatok, akkor igazából innentől kezdve már semmit nem kell csinálnotok, csak rákattintatok erre kétszer, és akkor szépen lassan betölt, majd most nekem nem fog már betölteni, de off-on lesz nektek, így rámentek erre kétszer, rákattintatok, ledánoljátok, dán, dán, és akkor single player, és létrehoztok akár egy új pályát, hogy kipróbáljátok, és akkor igazából ennyi lesz az egész. Ha nem jelenik meg nektek ez a shader pack menü rész ott, akkor győződjetek meg arról, hogy az Optifine verziót indítottátok el, illetve jó mod részt töltöttetek le, tehát nem mondjuk egy 2-3 verzióval előbbi, tehát erre nagyon figyeljetek, ez a két probléma merülhet fel, vagy egész egyszerűen még egy harmadik, nem tudom milyen probléma. Ha esetleg nem működik, akkor írjátok meg kommentbe, illetve jelezzétek valamilyen formában, hogy nem működik, és akkor megpróbálok nektek segíteni ebben a problémában is. És akkor
Ha betölt 100%-on, még tölt egy kicsit, akkor nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű grafikát kapunk igazából, hogy a napfény, a havastáj, teljesen újonnan létrehozott igazából pályánk, milyen gyönyörűen néz ki, kilépünk F5-be, az Alexa vagyunk most, vagy nem tudom, talán Steve, hogy hívják ezt az ember, és nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű. Tehát napfény gyönyörűen átjön mindenhol, gyönyörű szép napos, tehát a fények is nagyon jó, és nézzétek meg, hogy a fán így átszűrődik a fény igazából, és végül is teljesen normálisan ugyanúgy ki tudod bányászni, szedni a fát, tehát ugyanazok az ikonok lesznek igazából, csak gyönyörű grafikával. A víz, még azt szeretném nektek megmutatni, nézzétek meg, ha jövünk a víz felé, hogy ahol ki van itt olvadva, hogy nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű, már akár a jég is, illetve ha jobban megnézzük majd, akkor a víz is látjátok, hogy nézzétek meg, hogy nem az a tipikus víz a Minecraftba, hanem látjátok, hogy mennyire jól mozog fizikálisan is, illetve tehát kicsit szebb, kicsit jóval szebb, most nem a legjobb biomra dobott be minket, hogy ilyen szép tavas legyen, de nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű grafikát produkált igazából ez a shader. Remélem, hogy igazából tudtam nektek segíteni, és ti is berakjátok. Szerintem itt sokkal egyszerűbb játszani, illetve szebb játszani, és jóval élvezetesebb nekem legalábbis, igen. Ha tetszett és sikerült berakni, és tudtam segíteni, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, lájkoljatok és írjátok meg kommentbe, hogy nektek még igazából melyik shader vagy resource packek tetszenek, texture packek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebben a videóban, köszönöm, hogy tudtam segíteni nektek, és találkozunk akkor a következő videóban majd. Sziasztok!